Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úr, beszélgetünk Györfi István szobra előtt, hiszen elkezdődtek a Györfi napok. Ez egy jó dolog, hogy emlékezünk arra a névadóra, aki nagyon sokat tett a városért. Nagyon-nagyon komoly munkával szerezte meg azt a tudást, amivel híressé tette és gazdagította a szülővárosát és az egész országot tulajdonképpen. És én úgy gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy a névadóról elnevezett iskola minden évben megemlékezik róla a különböző kulturális rendezvények kapcsán. Így van rendjén, így lehet generációról generációra átültetni a hagyományőrzést, egyáltalán megismertetni azokat az ismereteket, amit adott és ránk hagyott Györfi István. Hallottuk az előbb igazgatónőtől, hogy ma lesz a helytörténeti pályázatoknak az értékelése. Én is kíváncsian várom, hiszen minden évben olyan érdekes dolgokat fedeznek föl a karcagi diákok, ami esetleg már feledésbe ment. Ez is egy jó dolog, hiszen több száz pályázat van már az iskolának a könyvtárában, és ezeket el lehet olvasni. Kimeríthetetlen kincs van itt a lelkünkben, szívünkben, és hát örülök annak, hogy mindig vannak olyan diákok, akik újabbnál újabb történeteket és eseményeket tudnak feldolgozni ezekben a pályázatokban. Elképzelhető, hogy egyszer egy komoly kutató munka kell ahhoz, hogy ezt a mérhetetlen tudást, amit már a diákok halmoztak föl, valaki feldolgozza, akár esetleg könyvbe is lehetne szerkeszteni. A lehetőség megvan erre. És hát legyünk egy kicsit nagyon merészek, hiszen nem tudjuk, hogy a következő Györfi István utód is lehet, hogy már ezen diákok között itt van, hiszen nem tudjuk, hogy 30-40 év múlva kiből mi lehet. Hát remélem, hogy sok követője akad Györfi Istvánnak, meg még nagyon-nagyon sok híres karcagi van, őket is illő lenne követni. Én abban biztos vagyok, hogy a mai fiatalok nagyon sokat tudnak, okosak, tehetségesek. Azt kívánom, hogy legyen szorgalmuk is ennek a kibontakoztatásához. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!